Na szevasztok, jó reggelt! Én Robi vagyok, és a mai videóban elhoztam a vlog videó challenge 7 naposnak a vagy a harmadik, vagy a második részét mára, és hát úgymond második nap, vagy harmadik nap csinálom már, és most is ugyanúgy reggel kezdem, és akkor holnap fogom kirakni a videót. Korán van lejöttem, mert nagyon késő van, már felmegyek, azt egyből indulnom kell éjjel. Akkora vihar volt, hogy szóval éjjel volt egy nagyon nagy vihar, ami miatt felkeltem hajnali egykor, és nem tudtam visszaaludni. És egy reggel nem tudtam felkelni, mert túl későn aludtam vissza, és nagyon álmos voltam. És nagyon későn keltem fel. De szerintem ez a lehűlés nagyon jó, mert nagyon jó idő van. Igaz, hogy tiszta víz minden, de hát az nem baj. Nagy vízcseppeket látjátok. Már megyek a gyakszihez, és képzeljétek el, hogy tegnap este kb. Fél órát meglett a 10 000 követő TikTokon, és hogy nagyon szépen köszönöm, hogy úristen, mert fél órát kb. Hogy 20 perc, már nem tudom, plusz 300 ember követett be. Instagramon is bekövettek, vagy 100-an, és nagyon sokat kommenteltek. Plusz YouTube-on is feliratkoztak rám még 50-en. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ennyien feliratkoztok, nem is követtek. Mindenkit pontozni fogok TikTokon, mert ugye az most a nagy ízé, hogy pontozom kell mindenki, és nagyon sokan írnak, de szerintem biztos, hogy nagyon sokáig el fogom vinni ezt az egészet, és pontozni fogom az embereket, úgyhogy ha ne aggódjatok, pontozva lesztek. Na de itt vagyok úgy, majd, hogyha kiértem, találkozunk. Lejöttem a boltba venni vizet, otthonra. Aztán most valószínűleg nem megyek edzésre sem, mert az Attila nem tud jönni se a Jákob, és busszal meg hát nem tudok nagyon lemenni. Sajnos úgyhogy ez van. Elvileg éjjel megint valamilyen ég leszakadást mondanak, meg délutánra is. Úgyhogy azért sem akartam elengedni, mert megint lehet, hogy nagy vihar lesz most délután, elvileg 6-kor. És 6:30-kor kezdődik nekem az edzés. Úgyhogy most egy megint itthoni újabb vlog videó lesz. Ez teljesen hosszú, mint a tegnapi. Viszont azon gondolkoztam, hogy éjjel fel kellett volna kelnem. Aztán videót kell tudnak készíteni már a viharról, mert nagyon komoly lett volna, szerintem ha felveszem timelapse-el. Mert felkeltem hallani egykor, úgyhogy lehet, hogy már fel fogom venni. És meg fogom csinálni, hogyha esetleg lesz vihar. Ha nem lesz, akkor meg így jártam. Na hát most az, hogy megyek a Lidlibe már az edzés, úgy volt, hogy mennem kell. Aztán mégsem mentem el, mert kiírt az edző, hogy elmarad. Pedig aztán se eső, meg se vihar, egyébként jó idő van, de majd csütörtökön lesz a következő, úgyhogy addig most várhatom. Szóval rájöttem, hogy elfejtettem, hogy mit kell hozni, ezért jövök neti, hogy ne tedd lopni. Most idejövök, az fejem anyát, hogy mondjon már meg, mit kell hozni, mert totálisan elfejtettem egyébként, úgyhogy most itt vagyok a Jancsáron, a wifi-t lopok. Bejöttem venni kaját. Meg most kell te is. Mondjuk kell te. Nem, túl kicsi kell, vagy kell? 7-es kasszakollár. Láttok már itt. Kérjük, nem érjenek több árut a Az volt a szar egyébként, hogy amikor vettem meg ezeket a cuccokat, mindjárt kicsit a tea is, hogy nem hallottatok maszkba. Most végén visszanéztem a klipet és nézem, hogy mit adnak én itt, én ezt nem hallom, és akkor ezt hallom, hogy valamit hadarok, a maszkba nem lehetett érteni, amit mondtam egyébként, de most lényeges, mert csak pár másodperc volt igazából, úgyhogy annyira nem lényeges, csak mégiscsak, hogy maszkba, ennyire nem lehet valamit mondok. Már mondjuk besült az arcom, nagyon állandóan viszketett az orrom. A maszk ilyen, hú, nagyon rossz volt. Nem tudom, mikor fogják már átrúlni egyébként, de szerintem ez még egy évig így lesz, de hát én felakasztom magam a kokomat. Nem az, hogy nem, mert értem, hogy kötelező viselni, de kibírni, de komolyan, mert így a Pennyből is dolgozom 8 órát, kibírni egy ilyen maszkot, nagyon durva egyébként. Van, amikor már szédülsz, meg minden, hány ingered van már, meg fáj a fejedtől, meg ilyesmi, úgyhogy durva. Na most már hál' Istennek minden oké, és ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz a csatornámra, és a következő videóban találkozunk, ami holnap lesz. Tudjátok, lopom a wifit. Sziasztok!